Na szóval, szevasztok, ismételten Horvát Gazdaság csatornáján üdvözlünk benneteket. Megint napsütéses, fényes, száraz idő van. Ja, vagy nem, mégsem. Esik az eső. Úgyhogy nagyon 23-as szindrómát vélünk felfedezni mintázatba, mint a tavalyi össze. Úgyhogy jó szórakozást mindenkinek, főleg magunknak, mert az öreg Jetron megadta magát a jobb első féltengely szimmering. Ereszti ki az agyba az olajat, úgyhogy most kénytelen, kelletlen nekiállunk, már azért ilyen fortos a traktor végig, meg ott is a kipufogón is látszik, hogy fröcsölte a kerék az olajat. Most már nem lehet tovább halogatni, neki kell állni és meg kell csinálnunk. Úgyhogy ebben a verőfényes napsütéses időben köszöntünk benneteket ismételten. Megint beszorultunk a tető alá, úgyhogy itt van a mag, amit múlt nap ki tisztítottunk, itt áttettük a kombányt a sátorba, otthon most száraz helyen van, mert azt sem szeretnénk, hogy beázzon. Úgyhogy most így állunk, ez a tényállás. Mátyás már bakolja alá a gépet, hogy fő tudjuk emelni, és akkor Matyi, el fogod férni a bak? Nem fog elférni. Hallod, fiam? De fordítsd el, hogy egyenesen álljon, és akkor be tudjuk tenni. Fordítsd el a fát, de most már ráemelt és már nem fog menni. Nem így baj, nem is. Annyira, fordítsd el, de hogy azért normálisan álljon az a bakolás. Ha levesszük a kereket, akkor már kívülről rá fogjuk tudni, be alá fogjuk tudni dugni a bakot. Addig az emelőnek kell tartani és úgy álljon. Mert nem szeretném, a körmömre ráesne ez a kis gyöngegép. Na, úgyhogy így tartunk. És ezt csináljuk, kihasználjuk ezt a kellemesen jó időt, 23-as feeling, ugye tavaly egy kicsit később jött ez meg, most előbb, majd meglátjuk, és hát aratásra nem tudom, hogy mikor lesz esélyünk, mert ugye lassan itt egy hete már csak várjuk a jó időt, aztán mégse jön, mert éppen néztem a szenkroppot. Ezt mutatja most jelenleg, meg frissítem, hát a változik. Hát ma van csütörtök, 18 milli, mondjuk az még nem esett le, de még előfordulhat éjfélig. Holnap péntek 15 milli, szombat, vasárnap, hétfő, kedd nagyon jó idő, és szerdára ismétenten 16 milli. És most, hogyha itt leesik tényleg ez a 20-30 mm, mert ugye tegnap is esett, meg már tegnap előtt is, akkor hát szombat, vasárnap biztos, hogy nem lehet még aratni, hogy várni kell hétfő, kedd, még nem tudom, mert még az átvő helyet se infóztuk le, úgyhogy de itt van, nézzük meg, azt mondja a bakonya, ahol van a normálisabb napra forgónk, az elmúlt 7 napban 41 mm esett, úgyhogy hát gratulation, ugye. És akkor az már szeptember végénél előbb, ugye? Tehát mert most van máma, nem is tudom, hányadika van ma, ötödike? Ötödike van vagy? Hányadika? Nem tudom. Na mindegy, úgyhogy kicsit előbb jött meg, mint tavaly, mert tavaly október végére jött meg az elsős időszak. Most még a kukoricát alattuk. Aha, még el se kezdtük, fiam, október 10. Nem, tizedikén kezdtük. A videó alapján tudom mondani. Tizedikén kezdtük-e, fiam? Tizedikén, október tizedikén. Vagy ötödikén? Vagy tizedikén? Nem tudom, mindegy. De most ez van, ezt szerettünk, úgyhogy Matyi már emeli. Jó lesz úgy? Jó lesz úgy. Talán. Oké. Okay. Na, már fönn van a levegőbe. No, akkor fogja egy kulcsot.
esik az eső, hogy akkor dolgozzál kisfiam, mikor jó esik, tudod. Kicsúszik. A csap. Az a baj, hogy ez az a fajta kell, amit vettünk is, csak az is egy gyönge minőségű volt. Hát talán. Hogy a vásárba vesz az ember ilyen dolgot, azt akkor rájön, hogy a Milwaukee széjjel veri két másodperc alatt. Az csak szakizetre érdemes vásárolni olyat. Vettünk ilyen bizonyos fogba törhető hajtószára, de széjjel vertem Milwaukee pillanat alatt. Mert láttuk ugye amerikás videókban, mondjuk Millennial Farmernál, hogy ilyen szőr behajlóval kibehajtották a vetőgépnél, és hogy nem lehet odaférni, azzal meg rémán lehet. De hát nekünk, mi nem tudtunk a minőségű tagot, hogy majd, hogyha több zsetón lesz, akkor most fordítsz. Ja? 2018-as világfű. Ja, fülkébe. Na, jó napot kívánok! Üdvözlünk benneteket a Horvát Gazdaság csatornáján. Végre be tudtunk állni a napraforgóba tegnap. Délután, késő délután kezdett főszáradni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most már nem húzzuk halasszuk, mert holnapra megint mondja az esőt, úgyhogy talán nagyjából a felét le tudjuk vágni. Feléig el tudunk jutni ma, de majd meglátjuk. Kint van már a kombány, most haladok kifele a fehér szerelvénye, amit meg tegnap levágtunk, azt egy kocsival beengednek a szárítóba vinni, azt most leviszi anyu, és akkor talán talán a négy szerelvényre, négy autóra ráfér az a tábla, mondjuk kétszer ennyinek kéne lenni, de hát az idén nem ennyi van. Úgyhogy röviden ez indulóba, most haladunk kifele, aztán majd kint folytatjuk. Na, megjöttünk. Szálljon be a por, úgyhogy most akkor karbantartás és indulás. Közben ki kell fonyvázni is. Thank you.
Mi van? Kiaggatni. Na, azt föl kell másznom, de az így nem megy kamerával a kezembe. Úgyis le kell ponyvázni. Hoppa, az a kampó az. Az kiegyenesedett egy kicsit. Na mindegy, majd megcsináljuk. Kapott kicsi. Most már jó az idő, főszáradt a harmat. Ennél korábban nem is lehetett volna kezdeni, mert akkor a harmat volt, mint az atom. Na most mióta belett fedve a kosár, azóta minimális kis kanyé van a rostákban, úgyhogy megérte vele foglalkozni. De körbenézem a gépet. Nézzük a olajat, vizet. Békesség kedvéért. Jó, csúrtig van. Ott a olaj is jó. Itt a hajtóműbe szoktam megnézni. Az is jó. Ne dugom el. Ez. Ja, oké. Úgy néz ki, itt minden rendben van. Hát aztán majd, ha beszarjuk valami, akkor majd megcsináljuk, ugye. Itt is talán minden rendben van. Úgyhogy akkor elméletileg indíthatunk. Ott szóljon a sunflower. Ugye? Oké.